2023. április 22-én a mezőgazdasági hagyományok gyűjteménye szervezésében valósult meg az újabb Siesta foglalkozás, melynek vendége Sápi Gábor volt. Szeretettel köszöntök mindenkit a mai délelőttön. Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadták a meghívást. Vendégünk Sápi Gábor, akit nagyon nem is kell bemutatnom a jelenlévőknek, de azért néhány információt szeretnék elmondani, mielőtt ő kezd majd elbeszélni. Gábor bácsi Sáradnól született 1944. május 2-án. Itt végezte el az általános iskoláit is, majd a középiskolai tanulmányait és az érettségit. A debreceni Tóth Árpád gimnáziumban szerezte meg 1962-ben. 1965-ben mezőgazdasági főiskolán állattenyésztési szakon szerzett oklevelet, és 1965. augusztus 1-től 2000. augusztus 1-ig, pontosan 35 évig a Nagyrábéi Termelőszövetkezetben dolgozott. 1968-ban nősült, és házasságából egy lánya és egy fia született. Gábor bácsi, mikor megkapta a felkérést, hogy jöjjön el Nagyrábére és meséljen az életútjáról, akkor milyen gondolatok ébredtek fel? Hát nagyon köszönöm, hogy meghívtatok, hogy valaki még kíváncsi rám, és első gondolatom az volt, hogy feltétlenül kell, hogy találkozzunk. Hát Buszti barátunk szólt, próbálta szervezni, és az volt az egyetlen kikötésem, hogy majd tavasszal, mert ez valamikor decemberben volt ez a felkérés, hogy tavaszra, mikor már tűrhetők a körülmények, az időjárás, és akkor el fogok jönni, de csak hétvégére tudom vállalni különböző körülmények miatt. Hát ez most jött össze mai napra. Nagyon megtisztelő, hogy kíváncsiak vagytok rám, és ha megkaptam a szót, akkor el is kezdhetem. Hogyne, nyugodtan. Hát a jelenlegi helyzetemről annyit, hogy hát nyugdíjasok vagyunk a feleségemmel. A fiam, hát gyerekkora volt, ő mentális betegségben szenved. Ő már 49 éves. Hát ő nem tudta megteremteni magának a normális életvitelt, tehát se munka, se hivatás, se boldogság, se szerelem, se család. Ebből próbáljuk mi hát pótolni a szülők, hogy megadjuk nekik legalább a szeretetet és az otthont. A lányom 54 éves, óvodai pedagógusként dolgozott. Egy kisunokám, hát kisunokám igen, 30 éves, fél fejjel magasabb, mint én. Ő Budán a Korányi Tüdőszanatóriumban klinikai pszichológusként dolgozik. A férje ugyanott orvos. Hát ennyit a jelenlegi helyzetemről. És akkor a következő téma körből elnézést, de kis szamárvezetőt csináltam, mert már nem az a... Kutatni kell az emlékeimbe, és nem mindig jönnek elő esetleg azok a szavak, vagy megfogalmazások, amit úgy kellene. Hát hogyan kerültem Nagyrábéra? Hát annak idején a főiskolán a végzős hallgatóknak ki volt függesztve a hirdetmény, azon szerepeltek azok a mezőgazdasági üzemek, akik hajlandók gyakornokot fogadni.
és hármat lehet megpályázni, megpályáztam Nagy Rábét is, a három közül ez jutott nekem. 2065. augusztusában kerültem, én előtte pár héttel a mezőgazdasági osztály, mert azt koordinált ezeket a jelentkezéseket, illetve a pályázatok elbírálását. Meghívtak Újfaluba mezőgazdasági osztályra, és oda rendelték be akkori elnökünket, Gyarmati Imre bácsit, és ott találkoztunk vele, és ott volt még két szintén gyakornoknak jelentkező szakember. Az egyik a Trénica volt, ha emlékeztek rá, a másik a Demeter Anti. A Trénica növénytermesztőként a karcagi főiskoláról jött, Trén, vagy Demeter Anti meg Szarvason a öntözési és kertészeti szakról. Így egyből három szakember lett fogadva, és Imre bácsival abban egyeztünk meg, hogy augusztus 1-én kezdek. Dajka Ernő, az akkori sofőr, a Nagy Volgából értem jött a szülőhazamba, és ide hozott Nagy Rábér, akkor léptem át először a Nagy Rábér falu határt. A első meglepetésem az volt, hogy hát Tordát elhagytuk, és félre se lehetett nézni, már ki volt a Nagy Rábér, mondom, összeépült a falu. Hát igen, a szomszédok nagyon közel voltak. Elkezdtem tehát a gyakornoki tevékenységemet, három hónapig tartott, mert novemberben szüksége volt rám a seregnek. Behívtak katonának, egy évet kellett akkor szolgálni a mezőgazdasági szakembereknek, egy év után leszereltük, és kerültem vissza a Nagy Rábéra. Hát azt még nem mondtam, hogy az első gyakornoki három hónapban elszállásolva a régi Petőfi irodasz, a Daráló udvart, azt nem mindenki ismeri, ott volt egy ilyen legény lakás kialakítva, ott voltunk, míg be nem hívtak katonának, mikor leszereltem, akkor meg már az ki volt, valaki lakott benne, azt hiszem Máté Zoli bácsi, akkor pártitkár volt 65-ben. Ő lakott ott, tehát oda nem mehett, mert a Demeter Anti is leszerelt egy év után, és akkor kerültünk Hagymásiékhoz, Ilonka nénihez, hárman, a Demeter Anti, és akkora ide került Megyeri Szabolcs, ha emlékszik valaki rá, és így laktunk hárman a nagy, hogy mondják, szép szobába, vagy a falusi szép szobába, fűtetlen, mert lehetőség nem volt tüzelésre, hát bizony télen megkopogtattuk a lavorba előkészített vizet, mert volt olyan nap, hogy amikor kellett volna felfrissülni magunk, hát sikerült is, mert elég friss volt. Hát annak idején elég népszerű volt a hagymási kúria, hiszen a három agronómus legény ugyanakkor a hagymási zenekar fiatal tagjai sokszor ott bandáztak, hát Ilonka néninek 5-6 ilyen eladó legénye volt, népszerű volt a falu fiatal érmesebb hölgyei között is Ilonka néni hát próbálta védeni fiait tőlük, hát nem mindig sikerült. Aztán a TSZ megvette a Dajka Károly bácsi féle házat, lakást, innen elköltözött a legénység, ott volt egy hát melléképületbe, Dajka Károly bácséknál, a
11-13 Dózsa György úton, mert Károly bácsik mentek a gyerek után, a TSZ megvette azt a lakást, nem sokáig volt a TSZ, mert utána a tanács megvette, és azt hiszem hercegék laktak ott, vagy a herceglányok. Igen. Az a lényeg, hogy ott laktunk 69-70-ben a fiú, 70-ben jött egy ajánlat, hogyha hajlandó vagyok a nagyrábei foci csapatba tevékenykedni, akkor Imre bácsi szegény megígérte, hogy akkor megkapom a szolgálati lakást, és családostul oda költözhetünk a szomszédba, a Daráló udvarára. Akkorára Máté Zoli bácsék elköltöztek onnan, tehát az lett kialakítva, és ott laktunk. Tehát akkor hajlandó volt a foci csapatban pedig. Hát majd beszélek egy pár szót arról is, hogy hogy is alakult. Csak 72-ben onnan átköltöztünk a Nagy Anti féle lakásba, nem tudom, ott a 30, Vörös Hadsereg 34-36, nem tudom, volt itt a, hogy mondjam, a kút, a benzinkúttal ellentétben, hát most már tudom, hogy Icáék szembe laktak. A Takács Jóskáik laktak ott előttem, de ők el, vagy kerültek a Dunántúra. Hát a felesége Marika az odahúzói ottani születés volt, és hát Jóska ment vele, mert úgy látszott, hogy Marika nem nagyon szokott meg itt Nagyrábén, és visszavágyott oda a szülei. Tehát az a lakás megüresedett, oda kerültünk át, akkor költöztünk át, ott laktunk 77-ig, 77-ben kaptam meg ezt a Feszti Árpád utca, akkor még 3 volt, most azt hiszem 13, attól függ, merre kezdik a számozást, és ott, míg Nagyrábé voltam, ott laktunk a családdal. Tehát ez a helyzetem ezzel kapcsolatban, és akkor következő téma, hogy milyen szerepet játszottam, vagy töltöttem be Nagyrábéi közösségi életben. Hát a sportot elébb említettem. Hát az úgy alakult, hogy 67-ben, júliusában volt egy tanács, TSC buli meccs a focipályán, ilyen sörmeccs volt. Hát csak érdekesség, akik ismerték, hogy a tanács csapatában olyan ellenfelek voltak a pályán, mint Papsanyi bácsi, Göndör Sanyi bácsi, hát tanács, vagy a falu község dolgozó katonanáci, az állatorvos, és tehát ehhez hasonló, hogy hát inkább többször hasra estek a labdába, mint ahogy. És akkor azon a, hát mit tudom, 7-8 megvertük őket, mert itt csak fiatal, de nem igazolt játékosok, tehát amatőr szinten, és ekkor szemeltek ki az akkori szakosztály, futbolista, foci szakosztály részéről, hogy hát én nem mindig botlottam vasra a labdába, hajlandó lennék-e. Hát mondtam, hogy nős vagyok, nem, és akkor jött ez a dolog, hogy Imre bácsi megígérte, hogy ha de elvállom, akkor megkapom, és ide költözött a család, és így 73-ig, tehát 68-70 durván 5 évig kergettem, vagy szaladgáltunk a labda után, hogy így fogalmazza. Akkor sajnos nem bírta a boka ízületem, abba kellett hagyni. Tehát így volt ez a pályafutásom, ami hát így a közösségi élete tartozik. Most engedjétek meg, hogy az akkori sporttársaimra
nevük megemlítésével emlékezzük, mert szinte egy sincs már köztünk. Halmágyi Jóska, Tiszai Jóska, Mészáros Pista, Kis Sanyi, Turucka Émi, Hentes Nagy Karcsi, Zola Zsolt, Dajka Karcsi, Olá Lajos, Nagy Gábor, szinte egy egész csapatra való, akitől már elbúcsúztunk. Mondom, 73-ban befejeztem az aktívat, de nem szakadtam el tőlük továbbra is, mint sport elnökségi, vagy vezet, nem tudom, és hogy is nevezték, tagként működtem, szolgáltam Bozsányi Józsi bácsit, mint nagy sport, lelkes sportvezető, ő volt akkor az elnök, őtet váltott a Dajka Ernő, őket segítettem. Hát annak idején, 80-as években négy szakosztály is működött, a foci mellett voltak a birkózók, pár évig volt asztali tenisz, és hát 10 évig a sakk szakosztály. Ha emlékeztek rá, Erdei Lajos volt a nagy sakk. Még most is működik. Nagyon jó az asztali teniszt, azt hiszem akkor a Tokács Pista Fajzenú, akkor ő az gardírozta. Tehát ennyit tartott fenn a magam Petőfi sportkör, mert a Petőfi TSZ-nek volt a sportköre. Később, hát beosztásomnál fogva, minden évben igyekeztem a éves pénzügyi tervbe a forrását biztosítani a sportkörnek. Hát ezen kívül, sporton kívül, hát nagyon jó kapcsolatom volt a község vezetőivel. Annak idején, mikor ide kerültem, a Motolcsi Lajos, őt követte Jakab Józsi, és hát Kálmán még egzisztált, mikor Józsa Kálmán, mikor elkerültem innen. A község egyik meghatározó személyiségével is, hát jó kapcsolatok itt az egészség, László doktor, emlékeztek rá, Katona doktor, az állatorvos, vagy Ancika, gyógyszertár vezető, sajnos. Azt hiszem, egyikük sincs már közöttünk. Aztán hát arról jutott eszembe, hogy volt ennél az asztalnál a Víg Lajos, hogy ővelük is, míg a szakiskola itt működött, nagyon jó kapcsolatot ápoltunk. Hát a igazgató Horicsányi Laci, a tanáraik, Lőrinc Pista, a felesége Borsós Jutka, Gajdics Otto, és hát a Víg Lajossal is nagyon jó viszonyban voltunk, és hát talán ennyit a község szerepéből, községben betöltött ilyen jellegű részvételemből, és következő témám a szakmai utam, amiről beszélni szeretnék. Hát, mint említettük az elébb, hogy én állattenyésztési diplomát szereztem, úgy kerültem ide. 65-ben, az a pár hónap, míg be nem hívtak katonának, akkor voltam gyakornok, ismerkedtem a TSZ berendezéssel, az emberekkel, egyáltalán, hogy hova is kerültem. Ez a 3 hónap erre volt elég, mikor visszajöttem 67. január 1-ével, mert előtte a decemberbe szereltem, akkor a Füstre kerültem telepvezetőnek, helyettesnek, mert annak idején a harmadik Karcsi volt ott a telepvezető, de komoly betegsége volt, és nem volt akkor. Mindegy, az a lényeg, hogy oda kerültem már mint felelős beosztásba telepvezetőnek. Hát a belső Füstön mennyi 50-es szarvas, tehén
fejöstehén, százas hízók, marha istálok, a külső füstön két tízezres tojógyúkház, és hát a kastély, az pedig, hát Eserom gróf úrnak a parkettás szobájába, Brolyát csirkét neveltünk. Oda tartozott még a pince, a Rácz Miklós bácsi kezelésében a téjes szőlészetéből származó bort, ott kezelték, ott őrizték meg, hát meg egyáltalán a bor, borászat ott volt. És ott volt még a füstön, 80 kaptár, 80 család, méh. Herpai Károly bácsi volt a méhész. Tehát ezeknek a felügyelete, gardírozása volt 67-ben a feladatom. Néhány csirkés kislány, hát akkor még azok voltak. Magdi Matild, Mosolygó Magdi, a farmosi kislány, Szűcs Mély, Margit, Szabó Ica, azt hiszem a férje is Szabó, Pincz úrnak az anyja. Tehát ez a... Mindegy, Szabó lány, tehát ők rájuk emlékszem, hogy ők dolgoztak ott a Balonfi ágazatban. 67 őszén harmadik Karcsi visszajött, én elkerültem, onnan megkaptam a sertés ágazatot. Sertés ágazat vezető, ezt a Tanya központban volt a tenyésztelep, az ezresnél a hízlalótelep, ez tartozott hozzám. Igen, ám, de abban az időszakban minden olimpiai évében jött a száj és körönfájás. 64-ben még főiskolásként mentünk ki vidékre kezelni ezeket a dolgokat. 68-ban saját bőrömön tapasztaltam meg a betegség gondjait, problémáit, és ugyanakkor 4 év múlva 72-ben ismét bejött. A 68-as még úgy, ahogy átvészelte a állomány, még tovább lehetett lépni a tenyésztési munkában is, de a 72-es az annyira elkapta, hogy teljesen szanálni kellett a sertés állomány. Így munkanélkül maradtam, bekerültem üzemgazdásznak a irodába, ez idő alatt számviteli pénzügyi oklevelet is, képesítést szereztem, és 77, az is augusztus 1, akkor nevezett ki a vezetőség főkönyvelőnek. És ezt a munkakört töltöttem be 2000 augusztus 1-ig a kozin meg a munkaviszonyom Nagy Rábén. Tehát ez volt a... Mikor ide kerültem, abba, ahova költöztünk a Daráló udvarba, ott két ember lakott. Az egyik a Kordás Sanyi, nem emlékezte, én is csak pár napot, mert akkor volt felmondás idő alatt, és ott lakott Balázs Imre, akkori TSZ főkönyvelő, olyan vállófélbe lévő, használta ezt a szintén lakást, legény lakást, vagy így, tehát akkor ő volt, míg, de ő is felmondási idő alatt állt, és Fábiánné Etát nevezték ki, 66, pár hónapig volt, mert akkor jött, azt hiszem, Imike, született Imike, igaz? Igen, igen. És hát elment a szülési szabadságra. 67-ben, mikor visszajöttem a honvédségtől, akkor Magyari Laci bácsi volt a főkönyvelő.
ő már nyugdíjas korú volt, vállalati, tehát nem mezőgazdasági előzménye volt. Ő volt 1970-ig a hőkönyvelő, tehát 67-70, ez a 3-4 évet vitt. 70-ben, ha emlékeztek rá, Pacók Feri bácsi jött. Ő is egy idősebb úr volt. Ő 73-ig a elnökváltásig végezte a főkönyvelői, utána is itt volt még pár évig, de akkor más beosztást kapott, mert 73-ban, amikor Nagy János lett a TSZ elnök, ő hozott egy Nagy Miklós nevű úriembert, aki vitte 76-ig, 3 évig azt hiszem, hát nem tudom, na, nem semmi rosszat róla, vitte a dolgait. És akkor, mikor elment Nagy Miklós, akkor jött egy olyan nevezetű, hogy Kis József. Igaz, József bácsi. Hát, igen, ő hát egy jó fél évet, de 77, nem 76, tehát durván egy évig volt, 77 nyarán elment, mert hát voltak neki egészségügyi problémái is, meg eléggé nagy pálya volt ez az akkori dolog neki, ő kisebb üzemekbe tevékenykedett, és ő, mikor elment, utána lettem én kinevezve. Tehát nem is tudom hányan voltak az elődeim. Tehát akkor a kinevezésről beszéltem, az üzemgazdász időszakról és főkönyvről. Hát egy dolog, hogy munkahelyváltás felmerült-e nálam ebbe a 35 évbe. Erről annyit, hogy ami komolyan el is gondolkoztatott, 1990-ben Nagy Béla, a cukorgyár akkori főkönyvelője jött hozzám, hogy vállaljam el a cukorgyár számviteli pénzügyi főosztálynak vezetését. Hát körülmények, hát dupla javadalmazás, mint itt, és hát naponta a családommal élek, mert Debrecenből, tudni kell, ez a munkahely Szoboszlón lett volna, de cukorgyár, hát inga járatot üzemeltetett a dolgozói, de Debrecen és Kava között, és hát ez útbe esett, és akkor minden nap azzal mehettem volna, mehettem volna haza Debrecenbe. De akkor volt az az időszak, amikor Lőrinc Pista 89-ben hát már komoly beteg volt, és jött a rendszerváltás, és ő nem jött vissza, mi nem erőltettük, mert vártuk vissza, nem próbáltuk szervezni az új elnökválasztást, és így én voltam a megbízott vezető, nem választott, vezetőség által megbízott elnök helyettes. És akkor együtt vittem a két munkakört. Mondtam hát a közvetlen kollégáknak, hogy ez sok, nem bírom mindet úgy csinálni, ami hát teljes embert igényelt, de végül csak itt maradtam, nem hagytam őket. Talán
igazuk volt, nem? Nem tudom, ők ragaszkodtak hozzám, hogy míg nem lesz új elnök, addig vigyem. És ez 3 évig így volt, mert 92-ben választottuk meg utána, aztán a Margit Sanyit. Érzelmi alapon született? Is. Is. Tehát az önmondás nem ezt tisztáltó volna. Hát akkor néhány gondolatot magáról a Petőfi téjeszről, hát akik itt vagytok, biztosan tudjátok, hogy a maga Petőfi az 52-ben alakult, és durván 50 év múlva, 2002-ben szüntette meg a cégbíróság a vállalati működését. Tehát ez is 50 évet. Ebből én 13 évet, tehát a 65 meg az 52 közötti éveket, ezeknek a történéseit csak hallomásból ismerem, illetve aki olvasta a Nagy Rábélyi község, mi is volt a hát a Nagy Rábélyi falukönyv. Falukönyv, 3 kötetes, azt hiszem, mert ebbe a 3. kötetében van a akkori TSZ mozgalomnak az 50-es évek, tehát a gyerekkora, ifikora a akkori szövetkezeti mozgalomnak. Hát abból tudom, hogy 56-ban már 6 szövetkezet is működött itt, és ez 68-69-ben egyesültek és alakult ki lényegében a Petőfi, ami aztán tovább vitte fel nem oszlatásáig a szövetkezeti tevékenységet. Hát még annyit hozzá, hogy 79-ben az akkori politikai akaratnak megfelelően egyesültünk a Dancsázi új élet, új varázda, mindegy, valamilyen új volt, és így alakult ki lényeg új barázda. Új barázda. Köszönöm. Pedig abban már tevékenyen részt vettem a összeboronálásába. Ekkor alakult ki lényeg a végleges nagy területe a Nagy Rábélyi Szövetkezetnek, hiszen több mint 6200 hektár volt az összterületünk, ebből egy 5200-szát volt a szántó, 700 hektár körül volt a rétlegelő, egy 200 hektárnyi az erdő, és egy olyan 100 hektárnyi a művelés. Művelésből kivont terület, tehát utak, árkok, stb. Az 50-es években, ahogy én hallomásból ismertem, a közös gazdálkodással ismerkedtek a akkori TSZ dolgozók azoknak az előnyeivel, hátrányaival, és még a vészes művelési rendszer ment, a munkaegységrendszer. Ez volt tehát az 50-es évek őskora, hát nem őskorának nevezzük, gyerekkor, ifjúkora a szövetkezeti mozgalomnak. Hát még talán annyit, hogy magának a Petőfi Szövetkezetnek 5 elnöke volt, hát Imre bácsi, Gyarmati Imre bácsival kezdte. Közben 62-63-ban volt egy 2 éves váltás, akkor Hajdú Pista bácsi, ha tudjátok, hát én inkább a lányaira emlékszem, de ő volt, vagy 2 évig, de mire 65-re már mire ide kerültem, ismét Imre bácsi volt, ő vitte 73-ig, 73-ban jött Nagy János, 77 végén, 78 végén Lőrinc Pista,
és őt váltotta az elnöki székben, Almut Sanyi 92-ben. Hát négyet én végig szolgáltam, egyedül Hajdú Pista bácsi nem, mert akkor még nem voltam itt, és ő ideje volt. Hát, a 60-as évekről annyit, hogy akkor kezdett úgy fejlődni a szövetkezet, hogy vállalati vált, tehát maga termelési tevékenységet is úgy kezdett kialakulni, megszűnt a munkaegységrendszer, abban a 60-as évek elején jött a KP javadalmazási rendszer, és a mezőgazdasági tevékenységek mellett ekkor jöttek be az ipari kereskedelmi tevékenységek is, hogy a község lakosságának minél nagyobb részének munkát biztosítsunk. Hát aki ekkor 60-as évek végén lett létrehozva maga a tésztőüzem a női foglalkoztatására, felújítottuk a péküzemet, annak idején beindult három község részére, termelte a pékség, azt hiszem Pálinkó János bácsi, Török Sanyi bácsi voltak annak idején, őket utána váltotta akkor a Parti Gyuszi, vagy segédmunkásként a Lőrinc Zsolti, meg a Pépei Pali is ott dolgozott. Tehát így ezek a tevékenységek bejöttek, és egy nagyon nagy dologra, amire már visszaemlékszek, akkor indult el és fejeződött be a egész határnak a belvíz rendezése, a felszíni belvíz rendezés, ami hát a belvíz levezető csatornák megépítésével vált aztán valóra, és szinte az egész 6000, hát akkor még nem, nem volt Dancsász, de minden részére kiterjedt a határrésznek. És ez akkor egy nagy lökést adott, mert elég belvízre hajlandó területeink vannak, akik tudják, vagy itt élnek, azok ismerik. És ez milyen kettős hasznosítású volt, nem csak a levezetésben, hanem a nyári aszályos időszakban pedig a víz visszapótla öntözésre. Így próbáltuk a növénytermesztést valahogy stabilizálni, hogy ez a veszélyforrását csökkentjük, hát le nem lehetett. Aztán még a 60-as éveket érinti a húsbolt megnyitása, a tejkenyérbolt megnyitása, a hidicsárda megnyitása, a fürdő megnyitása. Ezeknek a vezetésére Lajka Ernő bácsit hoztuk át a Áfésztől. Nem tudom, emlékeztek-e Ernő bácsira, ő volt a kereskedelmi részlegnek a vezető. Most valamelyik nap találtam az interneten egy ilyen, a fürdővel kapcsolatban egy kérdés, választ rá. Hát nem tudom, hogy kik mennyire vagytok ebbe a témába, de annak idején, 68-ban született egy olyan gondolata a vezetésnek, mi lenne, hogyha primőr áru termeléssel foglalkoznánk, ez pedig a fólia sátor alatti zöldségnevelésre vonatkozik. Igen, ám, de ahhoz, hát, hogy primőr legyen, kellene termálvíz, ami legolcsóbban fűthet. És ennek a gondolat alapján lett aztán megrendelve. Hát
azt hiszem úgy volt, hogy a kőolajkutatók annak idején kutakodtak itt a rábélyi határba is, hát olajat nem találtak, de azt jósolták, hogy azon a részen olyan termálvíz van, aminek érdemes lenne a felszínre hozatala. És akkor megegyezett a TSZ vezetés a akkori, nem tudom, hogy hívták, kutató céggel, hogy 2 millió valamennyiért megfúrják nekünk a termálkútat, és hát szerencsére annyi kötés volt benne, hogy garantálták a 65 fokos vizet. Mert akkori szakemberek azt mondja, hogy annyi kell, vagy szükséges, hogy ezt a fólia sátrakat megfelelően üzemelni. Igen ám, de mikor megfúrták a kutat, akkor kiderült, hogy csak 40-43 Celsius fokot tud produkálni. Hát nem teljesítettétek, nekünk nem kell. Hát igen, szóval akkor 2 millió forint, az hatalmát számoljátok ki, a mai 100-szoros áron az 200 valamennyi millió forint. Pénznek 2 millió akkor lett volna rá. Hát más a mostani árviszonyok, mert annak idején hát a gyerekeim, mikor kicsik voltak, tudom, 1 forint vagy 2 forint volt egy gönfagylal. Most hány? 800 forint. Tessék? 800. Na, az árviszonyok. Igen, tehát óriási beruházás lett volna. Persze. És hát megvolt a hatékonyság vizsgálata, megcsináltuk a megtérülési mutatókat, meg minden, hát, de szóval nem jött be, és hát akkor mi van, nem vette át a szövetkezet, hanem ide adták hasznosításba, hogy ha már megvan a fúró, mégis legyen. És ekkor jött, hát legyen strandfürdő, Nagy Rábén. Hát az Imre bácsi, meg a vezető is, persze, összedug a fejüket, és hát, igen, ez volt. És hát akkor épült meg maga a bejárati kupol az épület, ott volt egy büférész is, kicsi Manci nénivel, Farmosi néval üzemelték, és hát mondom, 1 forint 50 volt a belépő. Tehát megépült utána az a kis medence, 8-10 öltöző vagy vetkőző helyiség, vagy hogy nevezzük. A hideg vizet oda kellett a stusoláshoz, tehát a kültéri zuhanyzást biztosítani. És hát működött a fiatalok körében. Azt nem kell mondanom, hogy hát gazdaságos soha nem volt, ahol 1 forint 50 fillér a belépő, a gyerekek 3 forint a felnőttek, hát ez ott a rezsidíjat nem fizette, de ezt vállaltuk annak idején, hogyha átadják hasznosításra kút, ezt csináljuk meg a falunak. Hát a sorsáról tudtok, hogy a 90-es években át kellett adni ezt a egész, hogy aztán a sorsa további látják. Tehát ennyit érdekességképpen említettem a Hidicsárdát, azt nem tudom ki ismeri, a 42-esen a híd lábánál, hát azt azért próbáltuk beüzemelni, hát mert üzemelt is jó néhány évig. Elsősorban azért, hogy nem volt nagy piaca a szőlészet által termelt bor, DS-bornak, és ott hát el is ment, de nem sokáig, mikor Nagy János ide került, azt mondta, hogy ez nem ráfizetés, nincs tovább, és visszavette azt hiszem a földesi háfész. Tehát ennyit a 60-as évekről, a 70-es években, hát ekkor jött a szövetkezet nagy arányú gépesítése. A
70-es évek elején a szárítóüzem, akkor még a TGS 06-os, tehát a út mellett az a kisebb rész, azt hiszem az raktár lett utána, azt építettük, akkor az kicsinek bizonyult, és jött a MGF, az a két soros, ami hát többszörös mennyiségét tudta, mert annak idején, mivel ez a nagyrábéi határ jó lucerna termelő terület volt, tehát itt a gabona, lucerna termet meg, már a kukoricával nem voltunk, ilyen nagyon csak egyes táblákon lehetett, tehát lucernából kellett árunövényt, áru alapot képeznünk, és ezért ruházott be a szövetkezet a lucerna liszt gyártó üzembe, és volt olyan év, ahol 1000 vagon lucerna lisztet kész. Az egész megyétnek a takarmány keverő üzemeit mi láttuk el. És hát nagyon jó üzlet volt, hiszen a lucernából nem szénát, hanem árunövényt készíteni nagyon jövedelmező és gazdaságos tevékenység volt. Hát mindig kutattuk a fejlődés lehetőségét, illetve hogy ezen a határrészen, amivel nekünk vele kell élni, mert mi nem a debreceni összháton, ahol nem felejtenek elvetni mégis 60 tonnát, vagy mennyi, 60 mázsát adatnak egy hektáron, vagy százat a kukoricából. Mi ezt nem tudtuk, mert egyszerűen a talaj adottságaink ezt nem tették lehetővé. Tehát ezekbe kellett gondolkoznunk, amelyeket ilyen ámban gazdaságossá tudtuk tenni. És akkor épült meg a nagy terménytárolókot, maga a DIL 15 elnézés, a bábolna 15, a szemes terményszállító, ez a 70-es évek terméke, illetve fejlesztéseinek az eredménye. Hát ennyit. Hát 79-ben a B-60-sáz Egyesülésünk már volt szó, akkor azzal nem foglalkozna. És elérkeztünk a 80-as évekhez. Én ezt neveztem a szövetkezett fénykorának, hiszen az előző évek, évtizedek fejlesztése ebbe az évtizedbe hozta meg a végleges eredményét. Ebbe az évtizedbe hát jött az, hogy eltekinthettünk, emlékeztek még rá, hogy volt, hogy 80-20%-os bérezést kellett megvalósítanunk. Tehát ez azt jelentette, hogy a havi kifizetési jegyzéken csak 80%-ot lehetett fizettünk, annyit kaptak meg a dolgozók, a 20% meg bent maradt tartaléknak, és akkor azt évvégén, az éve zárásnál lehetett. Tehát ez volt a 70-es éveknek a javadalmazási rendszere, hogy így mondjam. Tehát a 20%-ot évvégén kapták? Évvégén. Tehát a gazdálkodás miatt, vagy a... A biztonságos gazdálkodás. Tartalék. Igen. És akkor, hogyha nem fogyott el, nem kellett a tartalékhoz nyúlni, akkor évvégén mindenki kapott egy kis... Mindenki bónusz. Megkapta 20%-ot, várták szerint, persze. Persze, hát itt a nagy cukorrépa, tehát azt november-decemberben jutottunk hozzá a maga a termelés értékeihez, és hát csak azt lehetett szétosztani, ami megtett. Igen, közgazdaságilag ez így igaz. Hogy azt
nem kellett, azt a forgóeszköz állomány nem kellett közben felhasználni, vagy hitelként felvennem, mert hát... Mivel a 80% is a 80-as években, vagy már a 70-es években több volt, mint a előző, tehát fejlődésnek, mert ahogy fejlődött maga a javadalmazási rendszer fejlődött, és ilyen értelemben nem, hát volt vele gond, probléma, de a többség megértette. Úgyhogy lényegében azt is biztos lehetett vele biztosítani, hogy ezt havonta mindig tudtuk biztosítani, ha még nem volt annyi bevételünk a szövetkezetbe, hitelezte a bank, és már annak a fedezete, a 20% tartalék még ott volt, tehát ezt a bank is elfogadta így. És hát szóval az a, mert maga a mezőgazdasági termelés egyik legeszközigényesebb, hiszen itt az eszközlekötés ténylegesen egy, legalább egy évre szól a növénytermesztésben. Hát augusztusban megkezdem a tarlóváltással, szántás, vetés, vetőmag, műtrágya, és ez az őszi kalászosoknál mikor? Következő év augusztusban, mire a pénzhez hozzájutok. Tehát így az egyéves lekötés, ez nem olyan, mint egy kereskedelem, hogy bevittem a boltba a tejet, eladtam azt nekem, majd mit tudom én, 10 nap múlva kell érte fizetni, akit ő vettem, tehát hamarabb hozzájutott a bevételhez, mint az. Tehát az állattenyésztésről meg nem is beszélve, hiszen ott például a szarvasmarhánál 3 év. Addig csak eszközlekötést igényel, így a borjúból termelő tehén lesz, amelyik adja vissza. És addig csak a pénzt kell beleönteni, gondozás, takarmány, istáló, stb. Minden. És ott meg ennyi eszközlekötést igényel. És akkor a 80-as években ott tartottam, hogy megszűnt a 80-20%-os arány, akkor a 100%-os elszámolást alkalmaztuk, és lehetőség volt egy bizonyos érdekeltségi rendszer kialakítására is, amelybe pedig az év végi már nem a 20%-ot, hanem a nyereségrészesedést célozta meg. Ehhez kialakítottunk egy olyan belső önelszámolási egységekre bontottuk a tehát részlegen növénytel, állattenyésztés, szárítóüzem, stb. Volt azt hiszem 6 ilyen részleg, hogy maga a nyereségrészesedésbe úgy részesülnek az ágazatok, amennyit hozzátettek a szövetkezet eredményéhez. Ez volt az alapelve. Voltak ennek is ellenkezői, ha az miért 8%-ot kapott évvégi részesedésbe, én miért nem annyit, én is dolgoztam, én miért 5-5, szóval voltak vele, de akkor ez volt a ösztönző rendszerünk, hogy így mondjam. Hát a 80-as években még annyit, hogy a szövetkezet üdültetése is megvalósult. 82-ben azt hiszem vásároltuk Tatán az öreg tótól hát pár száz méterre lévő üdülőt. Oda 2 család mehetett 7-es, 10 napos turnusba. Hát egyben a mi szerencsétlenségünk volt az, hogy egy év vagy 2 év múlva a tatai tavat fürdésre alkalmatlannak találtak. Így tehát csak a kirándulási lehető, meg hát maga a dunántúli tájak ismerése volt a strandolás, hát csak napozni lehetett a tatai tó partján. Aztán hirtelen most eszembe jutott az üdültetés, a csereüdültetés, hogy egyesültünk az Ancsázával nekik a Kótinve féle kapcsolatból.
ő tudni, aki nem ismeri, valahol ott az NDK északi részén dolgozott egy mezőgazdasági üzembe, és már annak idején, mielőtt még Rancsháza hozzánk, vagy együtt, egyesültünk, már akkor csinálták ezt, hogy egyik évben a mi dolgozóink, másik évben az ő dolgozóik mentek el, hát ilyen 10-11 fős csoportba. Ez is a 80-as években volt. Hát úgy fogalmaztam, hogy a 80-as évek voltak a fénykor a szövetkezetnek. Sajnos ekkor is volt néhány olyan rossz döntésünk, amelyek sajnos a jobbak is lehettek volna. Az egyik ilyen volt a szalmabrikett gyártás. Azt kell tudni róla, hogy 2000-néhány száz hektáron termeltünk őszi kalászos gabonát, és a maga szalma, mint melléktermék felhasználása nem volt biztos, mert a mi állattenyésztési telepeink nem igényelték még felét se, és ekkor jött az a gondolat, mi lenne, ha abból is árut készítenénk. Jó is volt ez, meg szép is volt ez a gondolat, csak olyan probléma volt vele, hogy magát ezt a brikettáló gépet Svájcból hoztuk be, az Erdélyt vállaltunk keresztül, és nem volt meg a megfelelő alkatrész ellátása, utánpótlás javítási lehetősége. Tehát ha valami legkisebb csavar elszól, meg kellett várni, amit behozzák Svájcból, mert nem volt ennek a svájci cégnek lerakat a depója Magyarországon az ilyen eszközök üzemeltetésére. És hát meg másik dolog, talán még ennek a szalma briketnek a piaca se volt simán meg. De amennyit legyártottunk, nem volt vele gond, mert az itt elment a faluba. Sajnos pár év, egy-két éven belül műszaki hiba miatt leállt a termelés, de ott vadadt a gép a nyakunkon. És nem pár száz forint volt ez, hanem 11 néhány millió. Volt egy másik a humuszgyártás, csinálta, igen, hallottad róla, valahol a Dunántúlon a Balaton partján kitalálták, hogy micsoda nagy üzleti lehetőség van ebben, és gilisztákkal telepíteni megfelelő minőségű talajokba, és azt átalakítani humusszá. Hát megint micsoda elképzelés, nagyon jó. De hát sajnos annak az üzleti ternek, amit annak idején az a közös vállalat részünkre bocsájtott, hogy lépjünk be, annak sajnos felese volt igaz. Úgyhogy itt is csak a befektetés történt, meg a gazdasági haszon nem. És még egyről, amiről szeretnék beszélni, és ez is utólag így az volt, hogy nagyon elhibázott döntésünk volt, ez pedig a drén csövezés. Elhibázott abban az értelemben, hogy ott is a referenciaüzemeknél nagyon jól működött, csak nálunk megint a talajadottság. A füstön azt a táblát dréneztük meg sok millió forintért, egy-két évig működött csak, utána a füsti talaj nem. Szóval az, hogy
a csapadékvizet a dréncsövekig egy-két évig vezette, utána eltömődött, és ugyanaz a helyzet állt fent, mint előtte. Tehát ez volt a 80-as évek jó oldala, illetve néhány negatív oldala. Hát 89-90 rendszerváltás. Ezek a úgynevezett kolhoztípusú mezőgazdasági üzemek testvérek lettek a rendszerváltás után, és hát egyetlen új jogszabály sem volt úgymond termelőszövetkezeti barát. Mik voltak ezek? Hát maga a kárpótlási jegyrendszer bevezetése, hiszen zömét csak a mezőgazdasági üzemeknek kellett elviselniük. Hogy értem ezt? Tehát aki kárpótlási jegyre jogosult volt az előző rendszerekbe, vagyoni hátrány érte az államosítással, ez voltak a ingatlanok, termőterületek, és azok, amik ezek után lehetett igényelni a úgynevezett kárpótlási jegyeket, és ezekkel lehetett majd a licitálni a földekre, és hát más termelési egységekre, amit kijelöltek, hogy a kárpótlási jegy felhasználásával meg lehetett szerezni. Hát ez úgy alakult, hogy nálunk több mint egy harmadát licitálták ki a szövetkezet termőterületének, és amit kaptunk érte kárpótlási jegyeket. Igaz, hogy futott a tőzsdén, de kevés gazdasági hasznot termelt a kárpótlási jegy beváltóinak, mint a szövetkezeteknek. Nekünk is semmi, tehát csak elvitték, és nem. Ez volt az egyik, a másik, ami megmaradt földterület, azt az úgynevezett földosztás, új földosztásban ki kellett nevesíteni. Tehát minden talpalatnyi föld, vagy az ösztatlan közös tulaj, vagy bement. Abba is, aki nem kérte, persze a földkiadó bizony, aki nem kérte, hogy mérjék ki, akkor abba volt, minden talpalatnyi ki kell, és ezen, hogy termelni akartunk, ezek után kemény bérleti díjat kellett fizetni, többszörösét az előző éveknek, és ez a rendszer itt nálunk, ezek az adottságok, amik nekünk voltak a termelésben, ezt a megnövekedett ráfordításokat már nem bírták kitermelni. És így ment lassan, hát tönkre, hogy így fogalmazzak, a eddig felépített dolgaink, ami nehézséget okozott még, hogy a bank csak akkor állt velünk szóba hitelezni a termelést, ha megszabadulunk a különböző veszteséges vagy kevés fedezett összeget termelő dolgoktól. Ez így került átadásra a fürdő, így került eladásra éküzem, felszámolásra kereskedelmi cégek, és másik dolog, a TS vezetők ellehetetlenítése is szóba jött. Akkor volt az úgynevezett zöld bározás, ha emlékeztek még rá. Még egy pillanatra vissza a TS ellehetetlenítése. Azért a TS a
közmunkakorot is ellátott. Persze, tehát egy jótékonysági intézményként. A falu életében, hogy a közelnyugdíjasok, kisebb munkabírású emberek is, mindenki kapott fizetést. Persze. Ez óriási szerepe volt a falu élete szempontjából, foglalkozás szempontjából. Tehát egy elbírta, vagy megoldott azt is. És na itt jutottam el a TSZ vezetők, szakvezetők hát bírálata elhetetlenítéséhez. Tehát állandóan a zöldbárózás, aztán állandóan a nyakunkra jött a adóhivatal, a társadalombiztosítás. Úgyhogy 99-ben három bírósági ügyünk volt, ügyem volt, három témába vádoltak meg költségvetési csalással. Az egyik, hát a háromból egy jutott bírósági szakaszba, mégpedig a úgynevezett répa művelés. Emlékeztek rá, hogy kapáltak, és év végén az alapján az répa biztos. És azzal vádoltak meg, hogy mi a jövedelmet biztosítottunk a tagságnak, hát hogy van az, hogy nincs meg a közteher viselés megfizetése. És hát úgy a bíró előtt úgy védtük ki, hogy mutattuk magát a szerződést, hogy a melyik egyetlen jogszabályba sincs benne, hogy termék értékesítése személyi jövedelem vagy járulék köteles. Mert olyan szerződéseket kötöttünk, hogy ez részes művelés, és a szövetkezet a részt vásárolja meg a művelőtől, és így kapja vissza termékértékesítést. Mikor ezt elmondtam a bíróságon, egyből felállt a TB jogásznak, hogy hát ez tényleg nincs, akkor elnézést visszavon. Ez volt az egyik. Másik, emlékeztek még, a úgynevezett olajszőkítési dologra, ahol hát durván féláron lehetett a piacról gázolajat beszerezni, ő nekik meg még olcsóbb, akik ezzel foglalkoztak átalakítani, tehát a szőkítésre, hogy mertem vásárolni sok millió forint értékben ezek téló cégektől üzemanyagot, és hogy mertem visszaigényelni az előzetesen felszámított áfát. Tehát itt van a költségvetési csak. És akkor bebizonyítottuk neki, hogy hát miért a felhasználó üzemnek a felelőssége az, amikor hát jogkövető magatartást tanúsítvaját el tudnélik. A cégbíróságon megnézettük a bejegyzését ennek a cégnek, annak a tevékenységi köré bejegyzésében benne volt az ásványolaj termékek forgalmazása, értékesítése, a megfelelő adószámmal rendelkezett, tehát minden olyan paragrafusnak megfelelt, ami az ÁFA törvényben meghatározásra kerül egyes cégek tevékenységénél. Ezzel aztán visszavonták az adóhatóság, hogy hát igazán van, és ja, még volt egy kisebb eset, az is a cukorrépa termesztésre tartozott, hogy 68-ban
egy rossz répatermelés, rossz időszak volt, és a cukortermi tanács kezdeményezésére utólagos hektáronkénti kifizetést lehetett a költségvetésből igényelni. Megigényeltük az egész területre arra is, amit integrálóként a tagság művelt, de már az ő tulajdonán, és hát másképp a cukorgyár nem is kötött vele szerződést, Kis Péter nagyján, csak a TSZ-szel, és mi integráltuk, illetve hát az önben munkát is mi végeztünk, mert szántottunk, vetettünk, vetőmagot biztosítva, mindent, tehát így volt az integrátori tevékenység, és azt állította az adóhatóság, hogy arra nem igényelhettem meg ezt a pótlólagos támogatást. Hát hogy Hallgut Sanyi tagja volt akkor a cukorterméktanácsnak, és magát a törvény indoklását előszedték, ezt hittük be aztán az adóhatóság, hogy hát tessék már megnézni, olvasni, hogy nekik is járt. Tehát, így aztán a három ügyből úgy mondom, nyertesen kerültünk. Én még azért kíváncsi lennék arra, hogy milyen volt a hölgyekkel a munkakapcsolat. Hát... mert hogy ugye amikor megérkeztek, akkor mindhármójukkal forró baráti ölelése és puszi-puszi hát egy év után is. Tehát hogy azért ennek csak lehet története, hogy... Közvetlen munkáltatói beosztásom vagy felelősségem a központi iroda részlegnél volt. És azt hiszem, hogy minden munkahelyén van olyan, aki elfogadja a főnököt vezetőnek, eltűri, de van, aki hát prüszköl is rá. Ez megvolt nálunk is. Az ottani kis munkaköz, hát 40 ember dolgozott annak idején a portástól a helyetteseimig. Volt benne ilyen is, olyan is. Próbáltam mindig emberségesen rendezni a problémákat úgy, hogy egy döntésem mindenkinek jó legyen, olyan nincs. És inkább saját magam elvégeztem egyes munkákat, mint hogy a beosztottjaimnak ezzel sokkal többet feladatot nyomjak, adjak. Hát ki ezt hogy érte meg, volt, aki nagyon sokat érzett a vállán, volt, aki kevesebbet, mindig a másik volt a hibás, hogy ő miért annyit kap, miért nem ennyit. Szóval ilyenek, főleg ahol elnézést hölgyek vannak, itt meg azt hiszem, ez még fokozottabb is. De hát én így láttam, nem tudom, akik érezték, ott értek velem az ő véleményük. Egyezik ezzel, vagy pedig valamit. Valakinek más a helyzet ismerete, azt beszéljük. Most lehet. Igen. Most hát, már lehet. Valakinek más az én, akkor most mondjak, vagy hallgasson, mint örökre. De én úgy látom az arcokon, hogy ők is ugyanezt tudnák mondani. Milyen volt itt élni, itt dolgozni? Hát azt hiszem az összeegésemben elmondtam, hogy nagyjából megtaláltam a második hazámot, hiszen nekem munkahelyem csak itt, hát nem, mert érettségi után egy évet segédmunkásként dolgoztam az építőipariban, mikor ott a egyetemi felvételeknél vaciláltuk. És a felvételinél, ugye ezt írtam nekem Hát kérdésként kijött, szóval az van, hogy nagyon sok
gonddal, problémával, jó dologgal van kikövezve az az út, ami végül ide vezetett. Kezdődött 1962. június 13-án pénteken. Ekkor volt a szóbeli érettségim. Hát, történelemből 32 tétel volt, kettőt nem tanultam meg, de úgy, hogy valami miatt, mikor az osztályba tanították, nem voltam ott, aztán a érettséghez felkészül az ismétléseknél sem vettem át, mert mondom, azt magára érettségi felkészülésnél is kihagytam. Tudom, még a tétel címét is, ez a 19. századbeli Plehanov mozgalom. Ezt nem meg is mellette, még egyet, akkor még tudni kellett volna. És mondom, 32 tételből kettőt nem vettem át. Kettőre már nem volt az érettségi előtt sem idő, mert az többször annyi időt vett volna igénybe, hogy megtanuljam. Bíztam a szerencsébe, nem volt, ebből ezt húztam ki. Így a második tételt kellett húznom, 5-ös, 1-es, 3-as kaptam érettségin, és az azt jelentette, hogy a gyerek, hát nem fiatalkori álmom, hogy állatorvos leszek, ezzel füstbe ment. Mert tudni kell azt, hogy annak idején 20 pont volt a megszerezhető egyetemi felvételi határ, és én 17-18-at vittem ezzel a bukfenccel, és ott csak 19-20 pontosokat vettek fel, és második nekifutás után már tehát nem volt esélyem a 18 ponttal, 17-18 ponttal, hogy én egyáltalán ott bekerüljek. És így tették át a főiskolára azt a jelentkezési anyagot, és akkor ott kezdtem el tanulni, mert a mezőgazdaságtól nem akartam elszakadni, hiszen abban nőttem fel, a szüleim is ebbe éltek, és azért is állattenyésztési szakra, hogy az állatorvosi szakma mégis valamennyit ad. Tehát így ez egyik vélet, ez a fordulat. Ez volt, hogy kénytelen voltam ezek után ezt választani. És mert lehet, ha akkor jó tételt húzok, akkor nem vagyok nagy rá, én soha. Ki tudja, mi lett volna, ha. Igen. A kedves feleségét hol ismerte meg? Ő Rábai, nem Rábai. Nem, hát annak idején én középiskolába Sárándról vonattal járni, és ott diákkocsi, női szakasz, és ő meg Konyáron ugyanazzal a vonattal járt. A gimnáziumunk Debrecenben, nem tudom, ismeri, a mostani Svetics gimnázium, azzal szembe volt a Csokonai gimnázium, tehát egy utcába szembe jártunk középiskolába, és hát vonaton megismerkedve, néha elkísértük egymást az iskoláig, innen a... Tehát akkor ő Konyári. Ő Konyári születésű, igen. És ő, hát mikor ide költöztünk 70-be, megkaptuk azt a lakást, gyógyszertári asszisztens, itt volt Ancikánál, vagy gyógyszertárban itt dolgozott. Mi az, ami még jó lett, hogy megvalósul rá? Hát sajnos sok mindenbe belefogtunk, belekezdtünk, bele tört a bicskánk, de olyan, ami teljesen hiába való,
álom volt? Nem tudom. Nem tudom. Így a munkában nem tudok olyat mondani. Hát a család életben az más, mert... Hát akkor ami lehetőség jött, vagy adott volt, azzal minden éltek. Persze. Amit értünk, azt kihozták. Vagy megpróbáltunk vele érni, aztán vagy sikerült. Vagy sikerült. Amikor én TSZ-be kerültem, mindig vita volt a munkabérekről. Hát hogy miért ennyi a fizetés, ugye mindenki 2-3 szeretett volna. Ez teljesen logikus, hogy ez természetes. Mindig mindenhol így, nem csak akkor. És ugye a volt szó az előadásokban arról, hogy a 60-as, 70-es évek beruházásai, befektetései a 80-as években kezdtek már teremni, vagy megfélülni. És de ez a 80-as években is elhangzott, hogy az összes fizetést, tehát valamilyen egyensúly kell tartani a fizetések nagysága és a jövő építése között. Tehát a megtermelt jövedelem egy része, a 80-20-ra azért kérdeztem is, hogy évvégén ki lett osztva, hogy azért a TSZ vezetőség azért csak felül tartotta a jövőt, a fejlesztést is, tehát hogy nem érte fel a jövőt, hanem folyamatosan tartalékot képzett, vagy beruházott. Hát az a helyzet, hogy ezen, ennél a tevékenységnél, vagy hogy nevezzem, két fék is volt. Egyik azt, hogy amit említettél, hogy meg kell alapoznunk a holnapot is. Tehát egy családban is az van, hogy azt lehet elkölteni, amit megtermeltem. Ez egy alapvető közgazdasági törvényszerűség. Ha ezt nem tartom be, akkor előbb-utóbb problémák jelentkeznek. Ez volt az egyik, a másik fék pedig maga a központi szabályozás, ahol a jövedelem kiáramlást olyan progresszív büntető kamatok, büntető adókkal sújtották, hogyha te ki akartál 1 milliót fizetni, vissza kellett 4 vagy 5 millió jövedelem növekmény adót fizetni. Érted? És akkor ez a 4-5 millió az 1 milliót megért? Nem. Hallgattunk, meg kaptunk a fejünkre, hogy miért nem osztunk többet, de akkor ennek a arányában ezt az 5 milliót vállalom, hogy ezt a költségvetésbe fizetem, ennyi oda, akkor ezzel megcsonkítom a elkövetkezendő évek lehetőségeit is. Tehát egyensúlyba kellett tartanunk a jövedelem kiáramlást is, azok között, a korlátok között, amit nekünk a központi törvények, akkor még inkább csak miniszteri rendeletek korlátokat állítottak ebbe a témába. A többi TSZ-hez, a környékbeli TSZ-hez, vagy a megyei TSZ-hez képest mikor lehet? Onnan indítva a kérdést, hogy a cukorgyár téged hívtak. Hát, az nem. Szoros összefüggés van kettőt. Nincs szoros összefüggés. Más egy termelési tevékenység, annak a gazdaságossága, és más, mit tudom én, egy emberi kapacitás. Kettő ebbe az esetben nem volt. Abba volt, hogy a tájékozódott a főkönyvelő úrra, hogy talán ki lehetne alkalmas arra a beosztásra, és valahogy a környékbeli, illetve akik ismerték a munkámat, azok javasolták ezt.
Most a másik kérdés, hogy hát a 80-as években benne voltunk az első 11 néhányban, de csak akkor egyszer, azt hiszem 84-ben a kiváló címet is megkaptuk, az országos kiváló címet, de a többi években, szóval nehezen versenyezhettünk azokkal a jó adottságú szövetkezetekkel, a debreceni rösszáton termelőkkel, mert főleg az árszabályozás miatt, amikor nekünk is 300 forintot adtak egy másabb búzáért nekik, ők feléből ki tudták állítani az önköltséget, mint itt a kötött nagyrábéi vályogtalajokon. És ilyen értelemben gazdaságilag mi mindig talán kétszer annyit kellett befektetnünk ugyanazért az eredményért, hozzáért, mint a jók, ilyen jó természeti körülmények között gazdálkodó szövetkezetekkel. Hát annak idején, még az 50-es években, hát emlékszem, még apám elmondásából, illetve a 60-as években, mikor ide kerültem, hogy kik voltak a megyében példakép állítva. Csak érdekességképpen az öt István. Ebből négy Vörös Csillag, meg egy Rákóczi. A Nagy István, a Hajdúbeszörményi Vörös Csillag, a Szabó István, a Nádudvari Vörös Csillag, a Juhász István, a Halmazújvárosi Vörös Csillag, a Béró István, a Kabai Vörös Csillag, és Jámbor István, a Rákóczi, a Földesé. Ezeket hozták nekünk annak idején, meg a TS szervezők is ezzel agitáltak. Ezeket kell megnézni, mert ezek milyen jól csinálják, milyen jó ott a tagságnak. Biztos, hogy igazuk volt, csak az a körülmény, hogy ők hol gazdálkodnak, meg itt a sárréten. Elnézést, köszönöm, hogy meghallgattam. Elnézést, és még én is elfelejtettem, hogy van egy összegzésem, hogy mit is jelentett nekem ez a Nagy Rábé. Hát klasszikusokat idéznék. Nekem itt van dolgom, nekem itt vannak álmaim. Az én olvasatomban ez ma így hangzik, itt volt dolgom, itt voltak álmaim. Hogy mit sikerült ezekből megvalósítani? Hát, az döntse el, akit érintett, nem az én feladatom. Valahol olvastam, hogy egy ember tevékenysége, ami jó, azt a többség nagyon hamar elfelejti, hiszen természetesnek veszi, hogy csak így lehet dolgozni. A botlásait, melléfogásait azt azért gyakran felemlegetik, és sokáig a fejére olvassák. Köszönöm. Kívánjuk, hogy nagyon sokáig művelje a otthoni kis kertészetet, és nagyon szépen köszönjük. Jaj, hát nem kell. És nagyon köszönöm. Jó egészséget kívánok. Köszönöm, drága.